Most azonban megyünk tovább. 21. alkalommal rendeznek országos és nemzetközi kortárs összművészeti találkozót Veszprémben. A táncfesztiválja három helyszínen zajlik. A Hangvillában ma este a Közép-Európa Táncszínház lép fel két koreográfiával. Már is kapcsolunk veszprémi tudósítónkhoz, aki a próbáról jelentkezik. 5 nap, 3 helyszín, 12 kortárs tálcínházi produkció. A felénél tart itt Veszprémben az országos kortárs összművészeti találkozó, vagyis a táncfesztiválja. Mellettem Krámer György fesztiváligazgató. Köszöntelek. Hogyan válogattad az idei fesztivál programot össze idén? Igyekszem egy olyan színes kínálatot nyújtani a fesztiválon a veszprémieknek és az érdeklődőknek, amely valamennyire leképezi a teljes spektrum, amennyire ez lehetséges. Színeset, minél több féleképpen gondolkodó alkotók a táncszínházhoz, a színházhoz, az előadóművészethez különböző féleképpen hozzányúló fiatalok, kipróbált koreográfusok, mindenfélét. Tehát ez a cél, hogy valahogy következtetni lehessen minden évben az egész magyarországi trendre Veszprémben. Lehet azt mondani, hogy ez egyfajta keresztmetszetet ad a mai kortárs táncról? Igen, ez a cél. Amennyire ez lehetséges, ennek vannak technikai egyéb feltételi nehézségek, de igyekszem, ez a fő cél. Ez egy összművészeti fesztivál. Mi adja ezt a jelleget meg idén? Hát idén elsősorban a művek, olyan koreográfiákat, olyan színpadi megoldásokat láttunk, amiben bábmozgás, vetítés, digitális technika, sok mindenféle olyan dolog van, ami nem szigorúan vett tánc, és közben magas színvonalú táncos előadó művészet zajlik, hál' Istennek. Köszönöm szépen. Mögöttem pedig a Közép-Európa Táncszínház próbál éppen, mellettem Feledi János művészeti vezető, köszöntöm Önt is. Mivel jöttek az idei fesztiválra? Két nagyon izgalmas darabot hoztunk, mind a két darab az idei év egy premierje. Az első rész Mádi Lászlónak a Térfalók című darabja, ami a Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán program keretében valósult meg, keretein belül, és a második pedig Anton Lacskinak a Special Society előadása, ami egy nagyon dinamikus és nagyon izgalmas előadás. Azért is érdekes, mert hogy Anton Lacski eddig Magyarországon még nem alkotott magyar társulatnak előadás, mi vagyunk az elsők, akiknek darabot készített, és mind a mozgások dinamikája és a táncművészeknek a színpadi jelenléte tesz izgalmassá ezt a hipnotikus világot, amit a nézők láthatnak, amiben igazából semmi sem valóságos, de minden igaz. Ettől lesz egy nagyon izgalmas és érdekes világa az előadásnak. Köszönöm szépen. A táncfesztivál itt Veszprémben vasárnap estig tart, akkor egy gála műsor zárja majd a rendezvényt. Itt derül ki, hogy a zsűri idén mely táncprodukciókat és mely alkotókat találja a legjobbnak.